Új osztályban, új csapattal és új névvel várja a bajnoki rajtot a nyíregyházi férfi kosárlabda csapat. A kék cápák augusztus elején kezdték el a felkészülést 14 saját nevelésű játékossal. Az edzőmeccseken és a csapat saját rendezési tornáján is voltak biztató jelek a bajnoki szereplést illetően, de mivel az NB1B-ben legutóbb 14 éve szerepelt az együttes, az elvárásokkal kapcsolatban még nem láthat tisztán a szakmai stáb. A B csoportnak az erősségét is föl kell mérni ahhoz, hogy ezt végérvényesen meg tudjuk mondani, de szeretnénk azért az erősebb csapatok közé tartozni. Mindenképpen az a célunk ebben az évben, hogy megszilárdítsuk a csapatnak a működését, illetve kialakítsunk egy olyan magot, akikre lehet majd a továbbiakban is számítani. A vezetőedzői teendőket Siska János látja el. A szakember reményei szerint jó rajtot vesznek majd a kék cápák. Az utolsó hétvége alapján bízok a csapatban, főleg a szombati teljesítmény után. Ha ezt tudnánk hozni a hétvégi mérkőzésen, akkor nem hiszem, hogy probléma lesz a Békés ellen. A hét elejétől a csapattal készül egy amerikai játékos is, aki a palánk alatt lehet majd használni a nyíregyháziaknak. Őt Emani Gantnak hívják, és azért választottuk őt, mert most került ki az egyetemi bajnokságból. A videók alapján egészen meggyőző teljesítményt mutatott. Reméljük, hogy ezt majd meg fogja mutatni itt a mérkőzéseken is, de azért nem ugyanazokat a teljesítményeket kell várni tőle, mint az olyan légiósoktól, akik az A csoportban voltak itt nálunk, hiszen nem abban a kategóriában mozog itt az árára gondolok, illetve a teljesítményére is. Azért ez mégiscsak a B csoport, egy fiatal amerikai játékosról van szó, aki remélem, hogy azért majd egy-két látványos dolgot meg tud mutatni majd a pályán. A kék cápák a nyitófordulóban a Békés csapatát fogadják. A mérkőzés szombat délután 5:30 kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsei Televízió nézői pedig hétfőn 21 órától láthatják az összecsapást.